A parlament utolsó szavazásként elfogadta a vasárnapi zárvatartást. A törvény azzal kapcsolatban is több kivételt tartalmaz, hogy mely boltok lehetnek nyitva vasárnaponként. Az a szándékunk, mint ahogy az eredeti törvényjavaslatunkban is szerepelt, hogy mindenkire érvényes legyen az, hogy ne lehessen senkit kényszeríteni vasárnap dolgozni. Természetesen kivételek vannak, mert van társadalmi igény, és vannak folyamatos munkavégzést igénylő cégek, de ugyanakkor, ha megérik a helyzet arra, és elsősorban a gazdaság fejlődése ad erre lehetőségeket, akkor nem csupán a kereskedelemben, hanem minden szektorban megvalósul ez a szándék. Most arról van szó, hogy a családi vállalkozásban működtetett üzletek fognak nyitva tartani vasárnap. Ez azt jelenti, hogy ahol alkalmazottak nincsenek, hanem családtagok végzik a munkát. Természetesen több kivétel is van még, olyan mondjuk virágüzletek, olyan élelmiszerboltok, amik csak kenyeret vagy tejet árulnak, tehát a szükséges igények kielégítését szolgálják, vagy turisztikai célokat, azok nyitva lesznek. Ezzel egy időben nyújtottuk be azt a törvényjavaslatot, amely a mégis foglalkoztatott munkavállalóknak a vasárnapi pótlékát 50-100%-ra emeli. Én úgy gondolom, hogy ezzel kifejeztük a szándékot, hogy mi a munkavállalók érdekében dolgozunk, és ez a társadalom egészének érdekeit is szolgálja, hiszen egyrészt megmarad a vásárlási lehetőség valamilyen mértékben vasárnap is, másrészt pedig otthon lehetnek a családjukkal azok, akiket eddig dolgoztattak, hiszen a közös pihenőnap az iskoláskorú gyerekekre épp úgy érvényes, mint rájuk.